Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Most egy nagyon érdekes videót hoztam nektek. Az Instagramon néhányan már érdeklődtek, hogy mi a hajápolási rutinom, mert hogy mindig annyira fényes a hajam. És leszögezném már az elején, hogy egyik cégnek sincs fogalma róla, akinek most a termékeit meg fogom mutatni, hogy ez a videó egyáltalán elkészül, sőt szerintem azt se tudják, hogy én létezem, úgyhogy ez most teljesen a ti kérésetek miatt készül, nem pedig egy ilyen kérésnek álcázott reklámvideó. Úgyhogy megmutatom, hogy hogy mosok hajat. Egyébként rá kellett készülnem erre, én nem akartam elhinni, hogy az emberek arra kíváncsiak, hogy én hogy mosok hajat. Úgyhogy akkor most megmutatom, hogy hogy mosok hajat. Na, tehát első körbe beszoktam vizezni a hajam, mindjárt mutatom, és én kétféle samponnal szoktam hajat mosni, ugyanis van egy, amitől szerintem nagyon fényes a hajam, ez a Silky Way-nek a sima klasszik samponja, csak mindig fejjel lefele tartom, hogy könnyebben kijön belőle. Viszont előtte egyszer, attól függ, mennyire zsíros a hajam, általában kétszer, maximum háromszor szoktam egy hetente hajat mosni, de inkább kétszer. És mivel ennyire sok ápoló van, ápolóanyagban ezekben nyilván hamarabb zsírosodik az ember haja, én ezt nyilván bevállaltam, tehát ettől ennyire szép a hajam, hogy ezeket ugye rendszeresen használom, viszont tudom, hogy sokan azért nem szeretik, mert hogy ugye hamarabb zsírosodik a haj, én vagyok vele, hogy inkább akkor gyakrabban mosom, cofozom, száraz sampon, stb. De mivel ez nem egy olcsó sampon, jó, nem is olyan prémium kategóriájú árba, de nem olcsó, ezért nekem egy sima, egyszerű DMS, teljesen mindegy, hogy milyen most éppen ez az Elvitál van, ez melyik száraz hajra való, amivel ugye előmosást végzek, tisztítom a fejbőrömet, és akkor utána megyek rá a samponnal, úgyhogy mosok is hajat, kétszer fogom megmosni, első mosásnál ugye ezt az Elvitált használom, a másodiknál pedig a Silky Way-t. Megvolt a két mosás, az egyik egy semmi extra samponnal, a másik pedig ugye a Silky Way-es sampon. Igyekeztem mindenhol megmosni, tehát hogy érdemes egyébként figyelni, hogy itt a fül mögött, meg a fejbúbnál ott nagyon-nagyon, nem tudom, valaki nem annyira mossa meg a haját szerintem, mindegy. Sosem szoktam dörzsölni a hajamat, hanem rárakok egy ilyen turbánt, azt egy pár perc után leveszem, és akkor valamennyit nyilván magába szivat. Ez egyik mosásnál mindig a kondicionálóját használom, a Silky Way-nek, a másik mosás, sose használom mind a kettőt, a másik mosásnál pedig ezt a hajregeneráló maszk, vagy micsoda. Mindegyiket olyan 5 max 10 percig szoktam rajta hagyni, és ugye törölköző száraz hajra. Én úgy tudom, hogy ez fontos, tehát hogy az ápoló anyagok jobban ki tudják fejteni a hatásokat a hajon, úgyhogy most egyébként pont a pakolás jön. Hú, de jól nézek ki. Úgyhogy a hajpakolás körülbelül ennyit szoktam rárakni. És akkor így nagy rész, inkább a hajvégekbe bele szoktam így masszírozni. Majdnem mindent előkészítettem, csak a csattom azt nem. Azt szoktam csinálni. Így belemasszírgálom ugye a hajvégekbe, és akkor föl szoktam tenni csattal, és akkor ugye úgy hagyom egy, mit tudom én, 10 percig, kb. 5-10 max. Ezt a 1000 éves társadalmam van, ezt a csattot szoktam használni, meg a, hogyha csinálom a hajformázást, akkor is azt a csattot szoktam használni. Úgyhogy most akkor így maradunk egy 10 percig, aztán jön a lemosás.
meg vagyunk a mosással, meg a hajpakolással. Ráraktam megint egy turbánt a hajamra, hogy felszívja a nedvességet. Pár perc után leveszem. Aztán, na, azt ide lerakom addig. Na, és most óvatosan kifésülöm, én ilyen hajkefét szoktam használni, tök szeretem, hogy a fejbőrömet haszirgálja, de ugye a végétől kezdem el kifésülni, hogy ne tépjem ki. Először a hajvégeket, de egyébként elég jól ki lehet fésülnie ezután a hajpakolás, illetve haj kondicionáló után. Csak óvatosan, tényleg a végekkel kell kezdeni. Ki van fésülve a séró. No, mutatom. Szerintem ez is egyébként egy nagyon fontos része. Mivel L'Oréal Steam Podot használok, ez ugye egy hajkezelő, úgy néz ki, mint egy hajvasaló, de hajkezelést végez. Ez hetente maximum egyszer érdemes használni, ezt a fodrászom mondta, a lelkemre kötötte. Van hozzá Steam Pod krém, és én ebből szoktam egy ilyen ennyit köbö hajamra. Viszont van a Silky V-nek egy ilyen 20 az 1-ben nem kimosandó hajápolója, és én ezt is hozzá szoktam keverni, körülbelül két, át másfél fújást tettem, úgyhogy ennyi az össz. Jó, össze dörzsölöm, és így a hajnak a fele hosszára, vagy a végeire. Bocsánat, Artúr közben itt nem bír magával. Nagyon közlékeny. Egyébként nem is nagyon van ott itthoni videóm, ahol ne magyarázna bele valamit. Tutira eloszlassam. Újra átfésülöm a hajamat. Egyébként imádom átkefélni a fejbőrömet. Na most ez meg fog változni, mert Márkó kikönyörögte, hogy rakjuk vissza a póthajamat, úgyhogy nem tudok majd élvezkedni. Ugye a póthajat azt úgy kell fésülni, hogy lefogod a tövénél, és akkor úgy nem tud így átkefélni a fejbőrödet, pedig marha jó. Na, és most következik majd a szárítás. Elő szoktam szárítani. Hát szerintem olyan 90%-os, 85%-os száradásig, és utána állok neki kihúzni, mert ugye nekem nem egyenes a hajam, úgyhogy ki kell húzni körkefével, és akkor utána van ez a gőzölős hajvasalás, amit majd mutatok. Thank you.
Be van szárítva a hajam, ki van húzva. Hát úgy nézek ki, mint egy oroszlán egyébként. Tehát én nagyon szeretem végig simítani, mert nem tudom annyira szépen kiszárítani, hogy látjátok, egy picit azért ilyen hullámok még maradtak benne. Úgyhogy én fogom magam, Jézusom, fogom magam ilyenkor, mert itt van a Steampod, a L'Oréal-nak ez a Steampod készüléke, ilyen fésűs, és ugye kell beletenni desztillált vizet ide, van benne most a tartályba. Bekapcsolom, és kétféle hőfokon lehet nyomatni, itt már villog is a 180, de hullámos a hajam, úgyhogy én a 200-ra felszoktam tenni egy-egy nyomokrat, és akkor ugye 200 fokra felfűtöm. És akkor ugyanígy tincsenként leválasztva fogom megcsinálni, viszont van még egy ilyen Steampod olaj, én ezt szoktam ilyenkor még rárakni, nem olyan túl sokat, nem egy teljes nyomást egyébként, így ennyi, nem tudom mennyire látszik. És akkor még ezzel, egy az, hogy itt a, ezek a szálló babahajak brutál, meg főleg a végekre. Rengeteg babahajam van, meg nem tudom mennyire látszik, most szerintem nem is annyira, de rengeteg hajam, itt is. Egyébként ez a D-biotin óta, meg a nioxin óta lett ilyen sok, már leálltam mindegyikkel, mert őrület, hogy mennyi haj ide nőtt nekem, de tényleg nagyon kemény. Úgyhogy ezzel így végig simítom, és akkor még megmutatom nektek ezt a olyan, mint a hajvasalás, de nem csak az, mert ez azért így kezeli kis hajápolás, de már most brutál fényes, de hogyha ráegyenesítek, akkor lesz a tuti, mindjárt mutatom is. Elkészült a séróm, semmi extra egyébként, tehát nekem ez a fazon, ez így néz ki, jól se vagy máshogy szerintem, max talán az egyik oldalát lehet feltűzni, de mindig így szoktam elkészíteni. Hát egyébként brutál fényes, de lehet azért is, mert fekete, nem tudom, vagy így az összes együtt, de tényleg nagyon szeretem, nagyon-nagyon, a fazont is nagyon szeretem, de annyira szépen helyre jött a hajam a szőkítés óta, hála Istennek, hogy visszasűrűsödött, meg tényleg nagyon szép fényes. De nagyon örülök egyébként, hogy tetszik nektek. Remélem tetszett ez a videó. Ez tényleg egy ilyen közkívánatra videó, eszembe nem jutott volna ilyesmit csinálni. Bízom benne, hogy értékelitek, hogy igyekszem nektek eleget tenni a kéréseiteknek. Nekem egy picit zavar voltam, megmondom őszintén, hogy itt most ezt a kádba belehajolós hajmos hásomat itt bemutattam, de remélem, hogy tudjátok hasznosítani az itt látottakat, vagy bármi ötlet, esetleg tipp, nem is tudom, jól jött nektek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg hogy ennyien néztek, kommenteltek, tényleg tök jól esik, további kellemes estét, napot kívánok nektek, sziasztok!